Gábor, Szántokat a szociális munkás, a Csonkóliház egykori vezetője, Turi Ugye és Cseke Balázs a Verok Belemi kutatócsoport tagjai, és Budai Gábor egykori dzsungli lakó. A beszélgetésről pedig felvételt készítünk. Mi a Roma Kémiai hallgatói vagyunk, Kutatom Eszter és Lázár Kata. Elsőre először Balázshoz és Lilihez fordulnék. Kérlek, meséljetek arról, hogy hogyan alakult meg a Város Peremén projekt. Mik voltak a megalakulás körülménye, és kik alkotják a csapatot? Akkor kezdeném én. A Város Peremén kezdeményezés, illetve elmékizatkozás az 2016 őszén indult. Nagyon röviden elmondanám, hogy nagyon sokan benne vagyok. Úgy indult az egész, hogy én a középső Ferencvárosban nőttem föl, ami egyébként, tehát amikor én ott éltem, akkor az is még egy ilyen, hát egy ilyen rossz körülmények számított. És középiskola után én megbekerültem a Jassik Álmos művészeti szakközébe, ami konkrétan az Életes úton volt, és a dzsungli mellett mentem el minden nap. Akkor még annyira nem foglalkoztam vele, egyébként rettentő sok kirekesztő megnyilvánulás volt az ottani igazgató, vagy az egykori igazgató részéről, hogy ne menjünk balra, hogy kisebbségivel ott szóban álljunk a busz megállóban, és ami nagyon szomorú, és hát hogy már akkor nagyon nyomasztott azt, hogy ennyire homogenizálnak egy lakóközösségedben, de akkor még annyira nem, hogy mondjam, abban a periódusban nem foglalkoztam ezzel. És 2014-ben számolták fel a dzsungult, és akkor, nem tudom, jutott eszembe azt, hogy én, engem nagyon érdekelnének belső nézőpontok, hogy akik ott laktak, hogy élték meg az ott létet, és arra voltam kíváncsi, tehát az ő narratívájukra. És először Ivanyos Judittal álltunk össze, szociológus újságíró, hogy akkor egy emlékizetkutatást szeretnénk létrehozni, és hát elkezdtünk toborozni embereket, szociológusokat, művészeket, bölcsészeket, és akkor így kialakult egy ilyen 15 fős csapat, és Vigvári Andris, illetve Balla Laci szociológus vezetésével elkezdődött a kutatás, pontosabban őket egy ilyen tudás átadást szerettek volna ránk ruházni, és most szeretném, hogyha kicsit a Balázs a kutatásról beszélne. Én is üdvözlök mindenkit, tehát ez egy ilyen 15 alkalmas szemináriumi sorozat volt, aminek már tehát úgy kezdődött, hogy egy önkénteseket toboroztak, és megérkeztünk különböző területekről, például a médiaszakról, volt, aki szociológiáról, tehát volt, aki művészeti pályáról jött, és hát ugye csomó van, akik itt kapcsolódtunk, de azt sem tudtuk, hogy mi az a dzsungúj. Tehát mondjuk, amikor megkaptuk ezt a projekt felhívást, nyilván megnéztük, hogy mi van a Wikipédián, vagy mit találunk az interneten, de különösebben nem tudtunk róla semmit. És hát ez a szemináriumi sorozat, mert szerintem egy ilyen olvasókör, itt meg volt egyfajta ilyen várostörténeti, tehát hogy elhelyeztük történetileg a dzsungúj keletkezésének korát, akkor a fővárosnak a lakáshelyzetét, lakáspolitikáját, de ezen kívül volt mindenféle módszertani kör is, tehát ott tanultuk meg ezt a narratív életút interjú technikát, mert narratív életút interjúkat készítettünk a volt lakókkal, illetve mik voltak. Illetve tehát a témában releváns szakirodalmakat itt közösen olvastuk és beszéltük meg, és ez a több alkalmas sorozat adta meg tulajdonképpen az egész emlékezetkutatás, illetve a projektnek az alapját. Erre épült később a weboldal, kiadvány, illetve a többi produktum, amin pedig később kezdtünk el dolgozni. Igen. Én annyit még hozzáfűznék, hogy azért választottuk, illetve tehát hogy az Andrisek azért gondoltak a narratív
rendszertanára, hogy számunkra nagyon fontos volt, hogy a régi lakók konstruálják meg az ő saját dzsungúj történetüket, tehát ami, de nem tudom, hogy itt ki mennyire tudja, hogy mi az a narratív életet interjú, de hogy, tehát, hogy a kérdező nagyon minimálisan irányítja ezeket az interjúkat, tehát főleg az interjú alany beszél, és teljesen szabad teret kap, vagy hát illetve törekedtünk arra, hogy szabad teret kapjon, mivel ez volt a célunk, hogy ne ilyen nagyon erősen irányított kérdésekkel befolyásoljuk az ő dzsungúj történetüket. Hát így, egyelőre ennyi. Mint megemlítettétek, a kutatáshoz interjúkat készítettek az egykori lakókkal. Hogyan zajlott a lakók felkutatása? Picit, bocsánat, megint én veszem át a szót. Először egyébként Barna Eriken keresztül, aki a Kék Pontban dolgozik, ő irányított minket Dávid Ferenchez, aki szintén a Kék Pontban dolgozik, és rajta keresztül egy volt lakó, tehát ugye ő irányította egy volt lakóhoz, hogy szerinte ő fog segíteni abban, hogy minél több lakót fel tudjunk keresni. Egyébként marha nehéz volt, tehát ez brutál nagy kihívás volt, ugye felszámolták ezt a telepet, és a város különböző pontjaira szórták szét őket. Egyébként nagyon sokan a középső Ferencvárosba kerültek, Erzsébetre, maradhatosan külső Ferencvárosban is, meg vidékre nagyon sokan hajléktalanok lettek, feltételezzük. És tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon nehéz folyamat volt. És akkor jártunk házról házra, egyébként szociális munkásoktól is kaptunk címekhez telefonokat. Igen, tehát hogy kaptunk címeket, telefonszámokat, és akkor tulajdonképpen rajtuk keresztül, tehát volt, hogy felmentünk ezzel az egykori lakóval, kopogtattunk, telefonáltunk, és akkor így jártunk házról házra, nem volt könnyű, illetve felvettük közben egyébként az egykori dzsungúj helpben dolgozó emberekkel is a kapcsolatot, és az ő tapasztalataikra is kíváncsiak voltunk, és Szántó Kata is így került a képbe. Igen, tehát mondja a Lili, hogy házról házra jártunk, hát mondjuk ugye ez itt eleve egy eléggé nehézségbe ütközött, hogy nem egy körülhatárolható helyen laknak most a volt lakók. Tehát egy hagyományos terepmunkától ez mindenképpen egy nehezebb folyamat, hogy nem egy, nincs meg ugye már az illatos úti telep, tehát nem egy koncentrált helyen laknak, hanem több különböző helyeken, és hogy nem készült semmi nyilvántartás, vagy semmi adatok nincsenek arról, hogy hova költöztek ők a dzsungúj felszámolása után, illetve a felszámolás óta még hova kerültek, mert sokan onnan már elkerültek. És ami még a lakók megtalálásánál egy nagy lökést adott, amikor a közösségi médiában, a Facebookon megjelentünk, és elkezdtük a Városperemén Facebook oldalt aktívan működtetni, megosztottunk több felhívást is, hogy küldjenek történeteket, küldjenek fotókat, és erre rengeteg volt lakó aktivizálódott, megosztották, így az ő ismerőseik is megtalálták, és így nagyon sok volt lakóval sikerült felvenni a kapcsolatot. Indítottunk is ennek örömére egy zárt csoportot a volt lakókkal, aztán kevesebb sikerrel működött. Tehát azt láttuk, hogy mondjuk Facebookon nagyon sokan megosztottak történeteket velünk, de az, hogy egy interjút el tudjunk készíteni, az sokkal nagyobb munka, amire tudunk úgy időpontot, helyszínt és mindent egyeztetni, hogy ez az interjú az el tudjon készülni. Tehát ez egy sokkal nagyobb előkészületeket igényel. És ennek kapcsán nagyon sok lakóval vettük fel a kapcsolatot, de mondjuk azt hiszem most 23 életút interjúnál tartunk jelenleg. Igen.
Igen, és szerintem nagyon fontos, amit a Balázs mondott, hogy tehát egyébként lehet, hogy nagyon kevésnek hangzik ez a 23 életútinterjú, de tehát, hogy az is fontos volt, hogy nagyon sok embert kerestünk, és nyilván azért ez egy szűrőt képez, hogy nagyon, tehát ezt már többször említettem, hogy ezzel nagyon sokan elutasították ezt az interjú helyzetet. Egyébként tök jogosan, hogy pár idegen ember kopogtat az ajtójukon, hogy igazából így minek, meg mire vagyunk kíváncsiak, próbáltuk mesélni, hogy mire, de hogy sokan elutasították, tehát hogy azért, tehát hogy akikkel készültek ezek az interjúk, azért, hogy mondjam, tehát az egy szűrő, igen, tehát hogy sajnos nem sikerült mindenkivel, és amúgy nagyon érdekes lenne, aki elutasított, hogy ő vajon miért, de ez már egy másik történet, szóval. Ráfűzik a lábunkra általában. Na, én azt gondolom, hogy a lakók többféleképpen viszonyulhattak ehhez a dzsungelbeli életükhöz. Egy részük, ahogyan a vetítésben Vénusz borzasztó tüneményesen elmesélte, neki ez egy remek hely volt, klassz volt, szerette, büszke rá, boldog volt. Némiképpen megszépítik az emlékeket az eltelt évek persze, de ő egy pozitív képet őriz magában. Viszont nagyon sok ember, aki már felnőttként élt általában ők, megmondták a diszkriminációt, az előítéleteket, a dzsungbuj névhez kapcsolódó mindenféle sztereotípiák, amik általában nagyon-nagyon negatívak voltak, és lezárták ezt a korszakát az életüknek. Hát úgy döntöttek, hogy eljöttünk volna egyszer végre, valahogyan sikerült, és akkor innen nincs is, és ezt én nagyon meg tudom érteni. Szóval ez lehet egy elég jelentős ok. Csak ezt. Én viszont még kérdezem el, Kata, hogy a szóba került a dzsungbuj herd. Tudnál egy picit mesélni arról, hogy mi volt a dzsungbuj herdnek igazából az eredeti célja, és hogy jutottatok el a felosztásig? Hát ez elég nehéz viszonylag röviden összefoglalni, de ez egy önkormányzati intézmény volt. Kalandos úton lett önkormányzati. Tényleg, először az volt az önkormányzat elképzelése, hogy lesz itt valami civil szervezet, ami majd önfenntartó lesz, majd valami terem magának bevételeket, és akkor ez így jó lesz ott a dzsungbuj közepén. Ezt nem tudom, ki volt az ész nélküli ember, aki ezt így elképzelte. Ez a lány mindig kirülök engem. Na mindegy, szóval nem tudom, hogy elképzelték, hogy majd ott a semmi közepén a nagyon szegény emberekkel folytatott munka bevételeket teremt. Nem. És így aztán nem lett civil szervezet, aki ezt elvállalta volna, mert észre ezt nem lehet. Tehát az önkormányzat megcsinálta ezt a saját berkeit belül a családsegítőszolgálat részeként. Ez 1997, tehát nem hogy a múlt század, de a múlt évezred. És akkor az első garnitúra, a szociális munkás csapat az másfél éven keresztül kitartott, utána jelentős változások történtek, másik vezető, sok kollega is kicserélődött. Akkor érkeztem is ebben a második hullámban, és ez egészen sokáig viszonylag állandó csapat volt. A vezető az cserélődött, mert az akkori vezető azt mondta, hogy ő inkább valami mással foglalkozna, és így lettem én az utolsó, de a kollégák jó része megmaradt. Mi nagyon-nagyon sok mindent próbáltunk, nem mondom, hogy minden próbálkozásunk sikeres volt. A legfontosabb dolog az volt, hogy egy diszkriminációmentes, helyben lévő, mindenki számára elérhető szociális volt ott az egyik épület földszintjén. Tehát aki oda bejött, elmondta, mit szeretne, és ha lehetett, akkor azt megoldottuk. Abszolút elvtelenül a szabályokat áthágva, nem nagyon törődve semmivel sem, ami kellett, az lett. Tehát nem mondom, hogy bűncselekményeket követtünk el, de nem volt minden teljesen szabályszerű mindig. A legfontosabb az volt, hogy a gyerekeknek jobb legyen az életük. Ezért aztán volt nekik egy csomó délutáni foglalkozás. Köszönjük az elismerést! Különböző életkorokban, egészen piciktől az egészen nagyokig, de tényleg az óvisoktól kezdve a fiatal felnőttekig mindenkinek próbáltunk valamit, de csináltunk filmklubokat, meg lehetett pingpongozni, meg volt konditerem, meg csocsó,
minden, amit csak ki lehet találni, kézműves foglalkozáson. Tanítottuk a gyerekeket írni, olvasni, számolni, kinek mire volt szüksége. Plusz kaptak enni például, ami szintén egy elég pozitív dolog volt. Mit mesél? Végtelen sokáig bírnék mesélni. Ami még nagyon fontos, de az azt gondolom, hogy a közönség tagjára talán annyira nem érdekes, hogy szociális munka a szó klasszikus értelművel is zajlott, tehát volt diplomás szociális munkás kollega, aki bejött az ügyfél egy kis szobába, és megbeszélték a teendőket, az elképzeléseket, a következő lépést, aki mit tesz vele ebbe a történetbe, és hogy lehet ez szépen haladni, szépen lassan haladni. Köszönjük szépen! Gábor, mesélnél arról, hogyan kerültél kapcsolatba a Városperemi projekttel, és hogy mik azok az élmények a Dzsungújból, amit így meg is osztanál velünk? Ez egész úgy kezdődött, ugye, hogy a Vénusztal felvették a Lilium kapcsolatot, aztán én véletlenül ott voltam, és akkor mondta a Vénusz, hogy én is egy ekkori lakó voltam, és akkor így vettem fel a Facebookon a kapcsolatot. Hát élményeim ott, én szerettem ott lakni, hát úgymond büszke voltam én is rá, szóval óvoda volt ott, ugye, Kata elmondta, Kata néni. Jaj, nem látom. Én így. Annyira utáltam mindig. Suliba jártunk, mi is ugyanúgy, mint a többi magyar gyerekek. Sokat játszottunk, ugye volt a filmben is, hogy felgyújtották a játszóteret, lelopták a mászókát, vagy akármi. Hát én 11 vagy 12 évig laktam ott, ugye oda születtem, oda jöttem fel. Hát most egy Soroksári úton egy ilyen garzon lakásban lakunk, ami egy szobakonyha fürdő. 9-en vagyunk testvérek, ezt el kell mondjam. Hát anyukám az kapta ugye a címeket, kicsik voltak a lakások, Gát utca, kábítószeres hely, és nem akart, hogy belecsöppenjünk ebbe az életbe. Aztán 6. címet kaptuk mi is, úgy, mint a Vénuszék, el kellett fogadni, hogyha nem, akkor utcára kerültünk volna, és ezt fogadtuk el, amiben annyi különbség, hogy van benne egy fürdő, meg egy áramos vécé, amit nem tudunk használni, mert nagyon sok a számla miatta, aztán kinti vécénk van. Még egy kérdés volt, tartod a kapcsolatod a régi Dzsungúj lakókkal? Néha. Rendben. A következő kérdés is még hozzád szólna. Ugye láthattuk a falban ezt a nagyon bántó bánásmódot, hogy mennyire kirekesztették, illetve elzárták a Dzsungújnak a lakóit. Te ebből mennyit érzékeltél? Most így utólag kapsz bármilyen előítéletet, vagy bármilyen bántást, amiért, hogy ott éltél? Hát nem kapok előítéletet, semmi bántást, mivel ugye, ahogy mi kikerültünk, úgymond a új lakásban, az új helyen ismertek, középiskolában sem tudják, hogy én valamikor ott laktam. Szóval ezekkel így nem kapok semmi bántást. Ugye a ismerősök, akikkel mondjuk általános iskolában jártunk, azokkor itt el voltunk magunknak, aztán többen nem foglalkoztunk. Kérdésem, hogy szerinted mi egy művészeti múzeum, mint a Kassák Múzeum szerepe egy olyan kiállításban, mint ez a mostani, ami egy ilyen szociálisan érzékeny témát tárgyal? Hát a Kassák Múzeum nem kizárólag művészeti múzeum, egyébként emlékmúzeum a hivatalos megnevezésünk, ami azt jelenti, hogy Kassák Lajos életművét kell és hagyatékát megőriznünk, illetve valamilyen hát kutatni és közvetíteni, vagy így eljutatni az emberekhez. És azért is szeretném hangsúlyozni, hogy nem művészeti múzeum vagyunk, mert hogy így a múzeumnak a mostani programja az részben az, hogy társadalmi kontextusba helyezzük az ő Kassáknak a tevékenységét, úgyhogy egyrészt már az állandó kiállításunk is, ami 2011-ben nyílt meg,
már a kultúra szervező, kultúra közvetítő szerepére helyezi a hangsúlyt, meg ezzel együtt a közéleti szerepére, ugye itt a folyóirat szerkesztő tevékenységén belül mutatjuk be az életpályának egy szakaszát. És emellett nagyon fontosnak tartjuk egyébként azt a vonalat megőrizni, ami mondjuk az ő életében is nagyon fontos szerepet töltött be. Egyrészt az, hogy ő saját maga is tulajdonképpen munkás, mondhatni azt, hogy munkásként indult, teljes egészében ő saját maga szerezte meg azt a tudást, meg azt a pozíciót, ahogy mondjuk most így ismerjük, és hogy ő mindemellett nagyon sok mindent tett azért egyébként, hogy így az emberi jogokért harcoljon, most ma ezt így fogalmaznánk, meg az emberi méltóságért, és ennek egyébként konkrét tevőleges részei is vannak, most ha csak ugye az időszaki kiállításunkra nézünk, ugye, amit a tettek ideje. A 30-as években ő nagyon komolyan foglalkozott mondjuk így a munkások egyenjogú helyzetének az elérésével, és ebben az időszakban ő egy munkakör nevezettű kört tulajdonképpen így hozott létre, ez egy informális csoport volt, aminek az volt a célja, hogy a munkások saját, pontosabban ilyen képzést kaptak, oktatást kaptak, ilyen önképzőkörként működött, de nagyon fontos szerepe volt ebben egyébként a szabadidőszervezésnek is, és hogy az volt így az elképzelése a kasságnak, hogy a munkásoknak saját maguknak kell megteremteni azokat a feltételeket és képességeket, amivel ők az egyenjogúságukat ki tudják harcolni. És innentől kezdve egyébként így a kiállítás azt mondhatni, hogy teljesen közvetlenül kapcsolódik ehhez az életműhöz, és hogy a közéletiskolájának egy nagyon hasonló működési koncepció van, hogyha így belegondolunk. Ott is érintett kutatókkal dolgoznak együtt, aminek részben az a célja, hogy mondjuk így megteremtsék mondjuk ezt a fajta narratívát, amiről egyébként a Lili is beszélt, hogy a saját maguk történetét ők írják le, állítsák elő, illetve hogy ezen keresztül ők mondjuk olyan képességek, meg olyan nem tudom, kapcsolatháló birtokába jussanak, hogy saját magukért akár ki tudjanak állni, akár úgy is, mint egyének, akár úgy is, mint csoport vagy közösség. Én azért azt szeretném leszögezni, de ez lehet, hogy mindenki számára tiszta, hogy mi nem részvételi akciókutatást csinálunk, de egyébként tök jó lenne, de azt még hozzátenném, hogy például a Gábor, a Vénusz, akit láttatok a videóban, illetve van még két fiatal, akik segítenek és közreműködnek különböző munkáinkban, tehát nem konkrétan a kutatásban, de a kiadványban is írnak dolgokat, illetve segítenek programszervezésben bizonyos részeiben, tehát hogy mi is azért valamennyire ezt a részvételt előnyben részesítjük, csak ugye nagyon sokan, hihetetlen sokan dolgoznak, le vannak terhelve, így nem is tudnak annyira bevonulni, tehát hogy ez így nehéz. Nagyon jó, hogy ezt a részvételi akciókutatást én most így bedobta, mert tulajdonképpen Kassák munkakörre az egyik első részvételi akciókutató műhely volt, ugyanis mondjuk a Nehéghez fűződik az, hogy így a szociófotomozgalom elindult, aminek ez volt egyébként a célja, hogy a munkások a saját maguk életét dokumentálják, azokat a problémákat, amivel ők szembesülnek, és ezekkel a dokumentumokon keresztül ők tulajdonképpen nyilvánosságra hozzák, és hozzájáruljanak a helyzet megváltoztatásához. A Városteremünk projektnek, most, hogy elkészítettétek a kutatást, folyamatosan készítettek, mi a következő lépés a projektben? Na tehát, hát amit most például tervezünk, sok mindent tervezünk, és amit egyébként látni kell, hogy ez egy önkéntes alapon működő projekt,
amiben sokszor változnak a személyek, tehát hogy van, attól függ, hogy kinek mennyi ideje van ebben részt venni. Tehát már többször voltak ilyen-olyan terveink. Amit most szeretnénk mindenképpen megvalósítani, az május végén, június elején egy fotókiállítás, mert nagyon sok kép készült a projekt során. Ezen kívül talán az egyik legizgalmasabb programunk az a városi séta lesz. És ez a városi séta, ez úgy fog kinézni, hogy a lakókkal készített interjúk hanganyagának részleteivel fog megelevenedni a dzsungúj. Tehát egyfajta ilyen audioutazás lesz az egykori telepre, illetve szeretnénk ott is majd bevonni volt lakókat, hogy ők is meséljenek ott. Tehát ilyen értelemben nem egy hagyományos városi sétát szeretnénk tartani, hogy közülünk valaki sétavezető elmeséli, hogy ez volt, hanem itt is szeretnénk hangsúlyozni ezt a belső nézőpontot. Emellett, amin dolgozunk, most már elég régóta, az egy weboldal. A weboldal azt úgy tervezzük, hogy azt egy szélesebb közönségnek is érthető legyen. Itt ez főként a kutatás anyagait szeretnénk publikálni. Ott lesz különböző média reprezentáció, a dzsungúj története, a építészet, illetve különböző aspektusokból szeretnénk cikkeket publikálni. Ezen kívül ez az egyik ilyen írásos anyag, amit szeretnénk vagy tervezünk. A másik pedig egy nyomtatott kiadvány. Ez a nyomtatott kiadvány ez annyiban más a weboldaltól, hogy itt még inkább közérthető, nagyon rövid cikkeket és sok képet szeretnénk írni. És a mi eredeti koncepciónk az volt, hogy ezt a volt lakóknak szeretnénk átadni. Tehát mondjuk azoknak a lakóknak, akikkel kapcsolatba kerültünk, akikkel interjút készítettünk, nekik szeretnénk adni valamit, és ez a kiadvány lenne, amely csomó olyan kérdésről szólna, akár történeti szempontból, akár a bontással kapcsolatban is, amelyről azt vettük észre, hogy kevés információjuk van. Tehát kevés információjuk van a bontással kapcsolatban, ami mondjuk, és ezt szeretnénk közérthetően, tehát tényleg egy érthető módon odaadni nekik. Én ezt kiegészíteném azzal, hogy igen, Balázs említette, hogy ez a volt lakóknak is szól, de hogy azért abban megegyeztünk, hogy kizárólag nem a, tehát hogy nem a célcsoportunk nem kifejezetten a volt lakók, hanem bárki, aki nem ismeri, nem hallott a dzsungújról, illetve csak negatív kontextusban hallott róla, és lennének benne ilyen interaktív oldalak, szubjektív térkép, tehát ez egy ilyen kihajtogatós kiadvány lesz. Illetve szervezünk majd kerekasztal beszélgetéseket is, meg már egyébként csomó filmanyagunk van, csak ugye ez is minden önkéntes alapon dolgozunk, tehát szépen lassan először, de azért én ezt megemlíteném, hogy a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány nagyon sokat segített, és egy elég jó adományösszeget sikerült összegyűjteni, ami főleg nyilván tárgyi dolgokra fog elmenni, mint print, fotó, stb. Jó, ezen a ponton meg is ragadnánk az alkalmat, és kinyitnánk a beszélgetésünket, és a közönség bátran kérdezhet a vendégektől. Bocsánat, ha már itt így együtt ülünk, engem pont az érdekelne nagyon, hogy például így Kata, te is, meg hogy mondjuk akik így egykor a dzsungújban éltek, mennyire tudtok azonosulni ezekkel a filmekkel, képekkel? Most nyilván nagyon különböző képeket látok, ugye egy kvázi művészeti, egy nem tudom, egy index, ami elvileg riport, és akkor
a Városperemén csoportnak így az anyagait. Szóval, hogy melyikkel tudtok azonosulni, és melyikkel nem esetleg, nem tudom. Te húzodsz akkor én? Jó, hát a Fal című film, azt én nagyon régen láttam szerintem, miután elkészült, és így láthatóvá vált egyáltalán akkor, tehát valamikor. Az egy... Nem, az nem a valóságról szól, nem az én valóságomról szól, az egy elképzelt történet, ami teljesen rendben van és mutatja azt, amit ebből lehet látni kívülről, de nem az én valóságom, mert nekem azért ennél intimebb kapcsolatom volt ezzel az egész helyen, az ott élő emberekkel. Hát a velem készült különböző interjúkat, azokat így nagyon szeretem nézni és hallgatni ezredszer, igen. Azt mindenhol sikerül valahogy megtalálni a mindenkinek, és akárhol valahogy szóba kerül a dzsungó, ez mindig ott van, és akár mindig így kell néznem. Most kimentem olvasni meg. Ennyit az azonosságról. De az abban elhangzottak, azok vállalhatóak szerintem. Polgármester úr is elmondta a munkáját, az is rendben van, nem mondhatok mást. Én azt gondolom, hogy ő egyébként abban a helyzetben viszonylag korrekt volt végig a történetben. Tehát azóta azért történtek rosszabbak, és mint amit a Gergesi csinált annak idején. És amit pedig a fiatalok mondanak el a interjúban, tüneményes, hogy én kacagok egyfolytában, amikor hallgatom. Hajnén is, igen, ez a kategória, bár nem fiatal. De hát ő egy jelenség volt, hogy mindenki ismerte szerintem így több megállós környéken. És pont olyan volt élőben is, mint amire ebben a riportban. Meg a fiatalok is. Az megjöttek a fiatalok, szóval ez gáz, hogy hát ez a gyerek, emlékszem, mikor beiratott hozzánk óvodába. Tehát így borzasztó. Igen! Igen, emlékszem, mikor a testvérei születtek, szóval ez így borzasztó. Vénusz kisiskolás volt, amikor találkoztunk, most meg itt villog az érettségével, szóval elképesztő, borzasztó. Nem akarok vele azonosulni, mert ez azt jelenti, hogy én már nagyon súlyosan megöregettem. Jó lesz? Szóval többször elmondtátok már korábban, most lehet, hogy van, hogy ez nem került ennyire szóba, de mondtátok ti, akik ezt a kutatást csináljátok, hogy ugye amellett, hogy ez egy emlékezett kutatás, amellett van egy olyan fontos funkciója, ami így a jelenre vagy a jövőre mutatna. Tehát, hogyha fogalmazhatok most egy kicsit ilyen didaktikusan, akkor ugye az is a szándék, hogy azért ennek legyenek tanulságai vagy üzenetei a mai döntéshozók fele. És ugye jelenleg is zajlik például a Ferencvárosban, a középső Ferencvárosban városrehabilitációs program, meg hát hogyha van ennek az egész projektnek egy olyan célja, hogy a szegénység felszámolása, a szegénység politikára egy hatással bírjon lenni, akkor ehhez kapcsolódik a kérdésem is, hogy mióta zajlik a projekt, és most már prezentáltok mindenféle formában, tök jó módon, meg sokfele mentek ezzel. Azóta van-e érdeklődés az önkormányzat, vagy a jelenlegi döntéshozók részéről, hogy titeket valahogyan
meghallgassanak, megnézzenek, meg szoktak-e jelenni, most nem azt mondom, kérdezem, hogy itt most van-e valaki az önkormányzatot, de hogy egyáltalán van-e bármifajta érdeklődés, nyitottság felétek, hogy ők tényleg kíváncsiak el a dologra, és esetleg még tanulnának is ebből valamit. Nem tudom, hogy szerintem nagyon jó lenne, és releváns, amit mondasz, hát nem, abszolút nem, sőt, tehát inkább elzárkóznak. Tehát tavaly négyszer próbáltuk egy napra a dzsungújtelket elkérni, úgyhogy fizettünk volna valamennyit érte, és tehát ugye elvileg azt tehát el akarják adni, de hát 3 éve semmi nem történik ott, és nem adtak el, és elutasítják, tehát hogy ők nagyon elzárkóznak. Valamilyen programról kaptatok el? Igen, de ilyen konkrétan 3 óra erejéig. És ők, hát szerintem nekik ez a dzsungúj, tehát hogy ők ezt így nagyon szeretnék így elrejteni, és így elfelejteni, és hogy ezzel ne is foglalkozzunk. Azóta nem beszélgettünk velük, ez utoljára tavaly márciusban történt, azóta semmi kapcsolatunk nincs. Mert ki volt szoktatunk küldeni, ha van valami esemény? Bevallom, nem. De ezek után kicsit furcsa lenne, mert azt érzem, hogy nekik annyira nem tetszik, hogy mi ezt bolygatjuk. De egyébként érdemes lenne kísérletet tenni, tehát hogy abban biztos vagyok, hogy legalább akkor valami diskurzus talán elindulhatna. Igen, egyetlen egy mondat, bocsánat, nem akarom tovább ezt a témát már itt mondszolnak, mert több más felmerhetek. Csak ugye a dzsungulyból, hogy kiköltöztetetteknek egy nagy része abban a negyedben, akik most a Középső-Ferencvárosban, ami éppen városrehabilitáció alatt van megint, tehát az egyik filmben szereplőtök is a hajnal is ilyen. És ők ugyanúgy érintve vannak, ergo ugyanúgy megtörténhet velük valami olyan sztori, ami talán most még megelőzhető lenne, ha lenne valami diskurzus erről, vagy valami párbeszéd. Na mindegy, lehet, hogy nagyon naiv volt a közelítésre. Én azt gondolom, hogy az egyetlen hely, ahol nyilvántartás van arról, hogy pontosan hová költöztek a dzsungulyban élők, az az önkormányzat. Tehát nekik kb. Be kéne nyúlni egy fiókba, vagy ennek bármi megfelelőjét csinálni, és akkor meglennének a címek. Nem akarják. Sosem akartak ezzel a történettel foglalkozni igazából, és most sem akarnak, azt hiszem. Én is egészen hasonlót akartam kérdezni. Mert volt a néhány évvel a Roma képmegyben egy film, egy Trencsényi Klárának egy dokumentumfilmje, a Korvi negyednek az építéséről, és arról a város rehabilitációs programról. És ott az derült ki, hogy fogalmuk sincs, tehát hogy nem követhető, hogy hová költöznek ezekből a lakásokból, amit eladnak. Tehát, hogy ezért pont ezt akartam kérdezni, hogy erről létezhet-e valami nyilvántartás a dzsungli esetében, vagy csak ilyen informális, vagy gondolom, hogy ez valamennyire informális tudás, amit erre mondod. Mert hogy pont hasonlót akartam kérdezni, hogy ezek a város rehabilitációs programok, maga a dzsungolynak a felszámolása is, ha jól tudom, de lehet, hogy ezt nem tudom jól, ott a 9. kerületben egy nagyobb város rehabilitációs programnak a része volt a Gyéresi vezető önkormányzatban. Tehát, hogy ez nem csak a dzsungolyt érintette, hanem nagyobb területet, nem? Vagy ezt nem tudom. Akkor én nem tudom ezt a kapottnál. Na, akkor a vissza az elejére. Amiről nyilvántartásra lehet az önkormányzatnak, az, hogy milyen önkormányzati bérlakásokba költöztették tovább a dzsungulyban élőket. Tehát ez biztos, hogy nekik megvan, mert hogy lakott itt, kötöttek új szerződést, tehát ez nyomon követhető. Amiről nem lehet tudomás, hogy nekik sem valóban, és ez az egész program a már a telep kiürítésének az elhibázottsága szerintem, hogy aki készpénzt kapott, az hová költözött. Erről nincs információ. Nem köteles megmondani senki sem, hogy
adtál pénzt és én mire költöm. Onnan kezdve az magánügy. Tehát erről nincs semmiféle információ. Mi nagyon sokat harcoltunk annak idején, még a dzsungelyház létezése idején azért, hogy tudjuk, legalább nekünk mondják meg, hogy hová költöznek a lakók. Vagy ha azt nem mondják meg, mert annyira titkos, mondják meg, hogy ki az, aki költözik, és hogy kiderítjük, mert beszélnek velünk az emberek. Erre sem volt hajlandó az önkormányzat. Tehát ilyen értelemben valóban nincs, csak aki önkormányzati bérlő maradt akárhol, az követhető. És amit pedig mondtál, hogy nagyobb felszámolás része volt, nem, ez így nem jó megfogalmazás volt, lett volna. Tehát annak idején volt egy ilyen elképzelés, hogy legyen itt egy szociális városrehabilitációs program, mint ami volt a 10. kerületben, meg a 8. legyen a Dzsungó is egy ilyen városrehabilitációs díszprojekt, ami be lehet mutatni világnak, országnak, de az uniónak leginkább ők finanszírozták volna javarészt. Nem lett belőle semmi, mert a szociális városrehabilitációnak az egyik lényeges pontja az az, hogy az elköltözőket vissza kell költöztetni, tehát nem lehet kicserélni a népességet másra, hanem akik ott vannak, azoknak vissza kell költözni egy jóval jobb minőségű környezetben. Ezt a 9. kerület nem vállalhatta teljesen értelemszerűen, mert a Dzsungóban nem lehet jobban csinálni, mint a Dzsungó, mert az úgy volt rossz, ahogy volt. Tehát emiatt nem lehet semmi sem. A kibővítés az csak annyi, hogy a Kén utcai telep, amit elmondott talán az RTL-es riportban, azt hiszem, hogy Kis Dzsungóban Dzsungóként emlegetik, az egy teljesen hasonló állagú házakból álló, egyre kevesebb házban azok is így fogynak, mert összeomlanak, és kiürítik szerencsére azokat is. Tehát azt is számolják fel, de oda is nagyon sok ember költözött a Dzsungóból is, meg még költözik máshonnan is szerintem, plusz sokan. De hogy ez lett volna még a hozzákapcsolt dolog a Dzsungóhoz, de nem egyszerre ment, hanem egymás után fázis késéssel. És ennek már nem volt akkora a publicitása, mint a Dzsungójnak. De ez még a Géges önkormányzat idején volt? Vagy tehát, hogy ezek a tervek, ezek még akkor készültek? A tervek azok igen, tehát én emlékszem rá, hogy tényleg láttam látványtervet, ilyen muskát is világos balkonádák, komolyan színekben ki volt printelve az önkormányzatra, meg volt a azt hittem, hogy leesünk a székről. Annak idején a Ferdinand úr azt mondta, amikor a Dzsungót először látta, így, hogy szép, föl kell szántani, beszól egy sóval. Ez a probléma kezelésének az egyetlen lehetséges módja is tényleg. De voltak ilyen mutatás és világos tervek, hogy majd ez igazán szociális lesz, átépítik, és akkor nagy lakások, és szép lesz, és jó lesz, és nem tudom, miért nem ez gettó attól, hogy szép lesz, de szerencsére nem ezt csinálták. Közben nekem még az jutott eszembe, hogy egy másik probléma lehet, ami, mert itt a kiállításon meg a városperemén nálunk az Erzsébet történetét mutatja be. És hogy Erzsébet is kap még ilyen szociális lakást, szóval a lakásban költözött és nem pénzt vett fel, viszont így kiderült, hogy nagyon hamar kiszorult ebből a lakásból, mert az első olyan pont, amikor mondjuk ilyen betegség, munkanélküliség jön, akkor már nem tudták fenntartani. És szerintem még ez is lehet egyébként egy ilyen nehézség, nem tudom, ezt így hol látom, szociális munkás, hogy egyszerűen nagyon, vagy viszonylag hamar mondjuk így tovább költöznek, és akkor meg már teljesen elérhetetlen név válnak talán. Biztos, hogy sok olyan család van, akik nem tudják megtartani az új bérlakást, ahová költöznek. Ennek nagyon egyszerű oka van, pénz. Tehát a Dzsungóban azért akármennyire is rossz volt, annyi jó volt, hogy olcsóbb voltak a lakbérek. Bárhol máshol a kerületben, hogyha hasonló minőségű a lakás, akkor jut rá a lakás, vagy a lakhatás. És nagyon sok olyan lakás utalt ki az önkormányzat, amit Gábor a megmondhatója, ahol villanyjal lehet megoldani mindent. Tehát nincs gáz, nincs központi fűtés, villanyfűtés van. Mindenki gondolja végig a villanyszámláját. Nagyon-nagyon-nagyon sok pénzeket lehet kifizetni villanyfűtésre. Nem tudnánk a családok kitermelni ezt a pénzt, mert honnan tudnak én sem győzni villanyfűtést fizetni, képtelenség. És aki egyszer elköltözik az önkormányzati bérlakásából, azzal valóban az, hogy nem tudjuk. Sokan tényleg utcára kerülnek, ahogy ő is mondja. És hát ezek a családok azért, szóval azt nem szabad elfelejteni, hogy a Dzsungóban lakni, az én nagyon romantikus elképzelésem,
elképzeléseim szerint többek között azért is lehetett jó, mert hogy ott volt egy védőálló. Tehát ott, ha nem volt kenyér, akkor majdnem teljesen biztos, hogy valaki megedette a kölyköt, nem volt muszáj elmenni lopni, ahogy az Kiba Józsi mondta, hanem hogy általában a Józsit is nagyon szeretjük, és ő soha nem lopott egyébként, ez teljesen biztos. De hogy volt egy ilyen típusú védőálló, hogy mindig volt kitől kölcsön kérni, mindig volt kihez menni, hogyha az asszony megverte az urat, akkor mindig volt kihez menekülni, hogy ne verje tovább a jó, hanem legyen valami máshol szállás éjszakára. Tehát ez olyan fajta biztonság, ami azonnal megszűnik attól, hogy elköltöznek a családok a telepről. És én nem mondom, hogy ez jó, azért mondtam, hogy ez az én madromon kivált a telepvel kapcsolatban, de ez nekem már így maradt. Én nem mondom, hogy ez minden szempontból jó, de egy hihetetlen támasz. Egy számomra például nem elképzelhető támasz, hogy valaki ott a házban, ahol lakom, így becsöngetek, és akkor kapok vacsorát, vagy megedeti a kölykömet. Tehát ilyen azért nincsen, és ott meg mégis volt. És egyébként most a város mindenkihez, meg a Gáborhoz, hogy egyébként megmaradtak ezekből a kapcsolatokból valami? Vagy azzal együtt, hogy mondjuk mint lakókörülményhez, mint a dzsungú, hogy ezek a kapcsolatok is teljesen felszámolódtak? Erzsébetre vagy vidékre pénzt kaptak azok, hanem nem találtuk egyáltalán kapcsolatot. Akivel meg igen, ez Facebookon csak, vagy kimentek külföldre, vagy a megélhetési szempontból, aztán ennyi. Kérdezni engem, hogy ezt, amit a Kata is mondott, hogy ezt az összetartást, ezt te is érzékelt. De erről egy kicsit mesélni, úgyhogy ezt hogy érted meg? Hát, ugye már hónap vége volt, aztán mondjuk, hiszen vagyunk ugye 9-en, és nem volt úgy pénz kenyére, vagy akármi, akkor átmentünk ugye rokonok, vagy barát, vagy akárkihez, ott laktak, és akkor átmenték, érték kölcsön 5000 forintot, vagy egy kiló kenyeret, és akkor adtak, vagy lisztet, vagy akármilyen élelmiszert. Adtak kölcsön. Jó. Csöbben. Juditól szeretnék kérdezni a Kassák múzeummal kapcsolatban, hogy ti ilyen kiállítást csináltok, meg nem ez az első, hogy meg lehet azt mondani, hogy történt valami arculatváltás, vagy témaváltás, mondjuk a 2010-es évek legelején, mert mondtak, hogy Kassáknak melyik hagyományát választjátok, vagy készítettek tovább, milyen volt előtte a múzeum arculata, hogy milyen foglalkozott inkább, és hogy minek köszönhető, hogy valami változott, és mi változott, hogyan? Egy ilyen teljes múzeum történet is megkötélve nem lennék bele a kérdés kapcsán. Igazán annyi, hogy itt történt egy vezetőváltás, és akkor újra kellett gondolni a múzeumnak a működési koncepcióját is, illetve az a szerencsés helyzet volt, hogy ez a vezetőváltás az pont egy olyan periódus után következett, ahogy felújították itt a belső tereket, és egy új állandó kiállítás készül. És ez mondjuk óhatatlanul azzal jár, hogy így megnézzük azt, hogy az elődeink mit emeltek ki mondjuk így ebből az életműből, és hogy ez újabb kérdéseket tesz fel nekünk is, hogy mondjuk így ehhez a történethez mondjuk hogy akarunk viszonyulni, illetve mondjuk akkor így mivel akarunk belekezdeni. Itt egyébként az előzményről szerintem azt nagyon fontos tudni, hogy heroikus munkát végeztek az elődeink abban, hogy mondjuk magát az életművet így feltárják. Mind a képzőművészeti, mind pedig az írói szerepét Kassáknak tulajdonképpen iszonyú mélyre menően így leástak, adatolták, és hogy ugye nyilván ez nem csak azzal járt, hogy mondjuk ezek ilyen új információk voltak, hanem ez összekapcsolódott mondjuk egy ilyen kanonizációs folyamattal is, hogy az életműnek mikor melyik része kerül be mondjuk így a köztudatba, és mikor melyiket ismerik el. És akkor, mint tudjuk, Kassák már az irodalmi
tevékenységére már az életében megkapta így a Kossuth díjat, a képzőművészeti, illetve mondjuk ilyen dizájn vagy reklámgrafikai életmű viszont nem volt, nem ismerték el, és mondjuk az elődeink tulajdonképpen ezt itt végig zongorázták. Szóval rengeteg kiadvány, rengeteg kiállítás mutatta be, tett elérhetővé az életművet, és akkor ehhez képest nekünk vált, fontossá vált mondjuk az életműnek ez a szociális érzékenysége tulajdonképpen. És amikor egyébként művészeti kiállításokat rendezünk, azok esetében is egyébként, hogyha mondjuk a történeti avantgárdról van szó, nagyon fontos, hogy mondjuk egy ilyen kontextusát val együtt mutassuk be akkor az életművének mondjuk egy-egy kérdését, illetve kortárs képzőművészeti kiállítások is szoktak lenni, és azoknál meg nagyon hangsúlyozottan jelen van mondjuk ez az ilyen szociális érzékenység. Gondolom, szóval egy ilyen 2011 óta. Gondolom, azért annyira nem független ez a társadalmi mozgásoktól. Most én így a nagy társadalmi mozgásokkal, szóval így nehéz mondjuk ilyen általánosságban beszélni. Ezekről nyilván nem lehet ezektől egyébként elvonatkoztatni, meg nyilván meghatározza mondjuk a mi érdeklődésünk is, hogy mondjuk mit szeretnénk. De egyébként például ez mondjuk a múzeumot is egyébként mondjuk egy ilyen belemenősebb része, vagy mondjuk egy ilyen részvételi alapon létrehozott kiállítás nyílt meg. Egyébként ennek volt konkrétan előzmény a Város mindenkiével is, egy ilyen rövid kiállításunk volt, az nem tudom, 2 vagy 3 hét volt. Ott tulajdonképpen egy ilyen aktivista fotó anyagot mutattunk akkor be, és próbáltunk egyébként így kontextualizálni mondjuk így a kísérő rendezvényekkel, programokkal, és akkor most meg konkrétan ez egy egyéves munkának az eredménye. Ilyen értelemben nyilván ez is most azért így más, mint amikor mondjuk a 30-as éveknek valamelyik tevékenységére építve mi a múzeum munkatársai hozunk létre egy kiállítást, és akkor az látszik benne, amit mondjuk mi gondolunk erről az egészről, mert ebben az esetben ez például nagyon fontos volt, hogy azok a hajléktalanságban, lakhatási szegénységben érintetteknek a véleménye és a nézőpontja kapjon hangot, és ne feltétlenül mondjuk az elmény. És ugyanígy például a történelmi tények esetében is az, hogy most mit emeltünk be mondjuk ebbe a történetbe, és mit nem, az mondjuk így rajtuk ugyanúgy múlott. Nyilván voltak viták, nehéz helyzetek mondjuk, ami mondjuk ez így eldőlt, mert azért az egy ilyen cél volt mondjuk így a múzeum részéről, hogy azért mégiscsak egy olyan olvasatot hozzunk létre itt, ami mindkettőnknek, vagy mondjuk mindkét fél számára működőképes. Amellett, hogy mondjuk deklaráltanunk szerettük volna, hogy azért az érintettek nézőpontja jelenjen meg. Az érintett vonalon szeretnék egy kicsit tovább haladni, de úgy, hogy visszakanyarodni a filmekhez, amiket láttunk, méghozzá ez a Szabó Simon filmhez, mert nekem nagyon szimpatikus volt, ahogy Judit válaszolt erre, hogy mennyire idegen ennek a filmnek a látásmódja. Kata, bocsánat. Judit kérdezte. És igazából úgy mindenkitől kérdeztünk, tehát hogy így a közönségtől is, meg a vendégektől is, hogy szerintetek ebben a filmben hogy jelenik meg az érintettség? Mert ugye ez egy nagyon érdekes ábrázolásmód, és pont a romassággal kapcsolatban. Tehát hogy ki hogy látja, hogy ez mennyire problémás, vagy nem problémás, vagy egyáltalán felmerül-e itt az érintettség, úgy, mint ahogy a kiállításnak a koncepciójában. Úgyhogy ezt így bármi is így földön. Most először is a Csumbuj szerepére szeretnék válaszolni. Ugye ez a filmhez tudni kell, hogy ez ennek annyiban valós története van,
hogy azt hiszem Szlovákiában, Észak-Kelet-Szlovákiában egy kisvárosban emeltek egy ilyen falat, ez néhány évekből ment balhé volt. Azért emelték egy kisvárosban a falat, hogy a romák ne tudjanak arra a lakótelepre, vagy nem tudom hova járni. És a Szabó Simon ezt a hírt hallva gondolta úgy, hogy ő ezt, erre valahogy reflektálni kell, és így született meg ez a film. Itt szerintem az az érdekes egyébként, hogy rögtön a Dzsungújra gondolt, tehát hogy a Dzsungúj itt rögtön, mint a budapesti gettó, mint egy olyan potenciális helyszín, ahol ezt a kérdést fel lehet vetni, ahol... Tehát a Budapesten a Dzsungúj volt az a szimbólum, vagy az a jelkép, ahol ezt a kérdést lehet tárgyalni. Tehát én ezt tartom érdekesnek a érintettséggel kapcsolatban, pedig átadom másnak a szót. De ugye szereplők szerintetek, mert hogy itt vagyok szemmel láthatóan vannak román közöttük. Hogy ez mit jelent a film szempontjából? Tehát hogy ez az egész gettó narratíva és az érintettség és a romasság, hogy ezek így hogy fognak össze a szerintetek a filmben? Vagy ti gondoljátok? Mint harcolnak önnel folyamatosan a mikrofonnal, illetve a mikrofonért, ez úgy látszik, hogy a mi hármunk játéka, de nem ez az érdekes. Szóval én azt gondolom, hogy az egész Dzsungúj történetben nagyon-nagyon sok szempontból a romaság az egy másodlagos szempontú elem. Sokkal kevésbé fontos, mint maga a világtól elzártság, a szegregáció, a szeparátság. Az a mérték, amit láttunk a Falcén filmben is, mert az nagyon jól megmutatja. De nem az a fontos, nekem legalábbis, hogy például az a fiú, aki végül is az arc, aki a legfőbb szereplő a Falcén filmben, hogy ő a roma fiú, tök mindegy. Csak azért roma azt gondolom ebben a filmben, hogy nagyobb közösséget vállalhasson azokkal, akik a fal másik oldalán maradnak, ugyanis a fal másik oldalán szereplők közül vannak igazi dzsungúj lakók, tehát akiket ismerünk, nézek Gábor, hogy hódítson. Közöttük is számos roma van. Ez egy erősebb kapocs, mint hogyha nem roma lenne az, aki építi a falat. Mert ugye maga meg az övéi közé építi. De nem ez a fő törésvonal. Szóval az, hogy valaki dzsungúista, az 1937 óta, mondjuk 39 óta egy olyan jellegű stíva, amit nem nagyon tud elképzelni az, aki nem ott él. Tehát ebből a szempontból nagyon jó párhuzam az, hogy Szlovákiában próbálták azt a falral elzárt területet elválasztani, de itt csak vezetni lehetett a falral azokat az embereket, akik ott éltek, és nem kiengedni őket, hanem ők maradjanak a fal mögött. Ja, picit eltérnék egy rossz színű, amit akart mondasz. Én most a filmtől elrugaszkodnék, hogyha nem bont, vagy nem tudom, hogyha nem arra reflektálok, hogy ami szerintem tök érdekes, hogy ugye, vagy amit én nagyon sokszor láttam, interjúkban előjött, ez az ős lakos, illetve bevándorló problematika. Tehát, hogy aki ott született, lehetett cigány, nem cigány, bevándorlók, vagy legalábbis akiket ők bevándorlónak hívnak a mai napig, főleg rendszerváltásnál Borsodból jöttek fel nagyon sokan. Igen, és hogy szerintem, tehát ott volt, az egy ilyen nagyon-nagyon sok konfliktus volt cigány. Cigány, illetve cigány. Nem cigány között, de hogy ott mindig éltek cigányok és nem cigányok, de hogy szerintem ott például ilyen alapvető konfliktus nem volt. Mert ugye ezt abszolút narratív interjúból tudok csak most idézni, hogy nem ebből volt a fő probléma, hanem inkább ez a önkényes bevándorló, aki lehetett cigány, nem cigány, és az őslakos cigány, akár nem cigány, és akkor köztük egy ilyen konfliktus. Nem tudom, hogy ez jutott eszembe most erről. Megkérdezhetném máshogy, amit az Andi kérdezett, de lehet, hogy nem így akarta. Persze. Szóval, hogy félrevezett a film, amikor etnikai
tematikát vezet be egy olyan helyre, ahol esetleg az nem volt domináns, vagy nem volt számottevő, vagy legalábbis nem volt fő szempont, hogy ilyen szempontból ideológikus, hogy beviszi ebbe az egészbe a különböző etnikumok közötti konfliktust egy olyan helyre, ahol esetleg az nem létezik. Tehát újra megerősít valamit, ami közben meg nem volt olyan nagyon része, legalábbis a Kata mondatai alapján. Akkor egy kicsit most szakértőzzünk. Szóval annak idején, amikor a dzsungli épült, akkor az oda költözött emberek között a cigányok aránya nagyjából megfelelt az országos aránynak, tehát nem volt különbség. Számos dolog történt, ami változtatta az arányokat. Egyrészt például az, hogy ezt a telepet annak idején a Székesfőváros, aztán később a tanács, aztán még később az önkormányzat mindig egy ilyen lerakatnak használta, ahová el lehet tenni azt, akik máshol nem viselnek el, vagy ahol, vagy akinek máshol nem jut hely. Ismerve a magyarországi társadalmi viszonyokat, azért gyakran cigány családok kerülnek olyan helyzetbe, hogy máshol nem szívesen tűrik meg őket. Viszont az is történik, hogy van egy nagyon egyszerű demográfiai oka a cigány családok, illetve a cigány lakók száma növekedésének. Cigány ember nem él sokáig. Egyszerűen meghalnak. A születéskor állandó átlagos élettartamok, nem tudok most éppen aktuális statisztikát mondani, de sokkal-sokkal kevesebb, mint a nem cigányoké. Viszont az is van, hogy a nem cigány családokban kevesebb gyerek születik, mint a cigány családokban. Ez szintén statisztika, ez semmiféle értékítélet nincsen benne, ezek tények. Tehát történt egy olyan, hogy a dzsungelben élő nem cigány származású lakosság egyrészt fogyott, másrészt öregedett. Fokozatosan öregedtek. A cigány családok pedig szaporodtak, mármint hogy ténylegesen produktumok keletkeztek, kicsi gyerekek sokan, és így aztán az átlag életkoruk kevesebb lett, egyre kevesebb. És ez egy olyan fajta ellentétet idézett elő, amit így nem is gondolnám, de hát mégiscsak gondoljuk bele, szóval Marilyn 70 éves nyugdíjas, ott adta a dzsungelbe 40 éve. És akkor jön a kis Pista, most is Halló Szent Péterről, van neki 3 idős gyereke, itt rohangálnak, persze, hogy konfliktus van. De ezek ilyen típusú konfliktusok elsősorban nem azért, mert cigány nem cigány, hanem azért, mert egész most jött és már ilyen sokan van, meg ilyen fiatal, és mit képzel magáról, meg hangosak. Lássuk be, mindenki tudja, hogyha belegondol, hogy a cigány családok nem azért hangosak, mert olyan ordinálni a moduluk, hanem azért, mert más a habitus. Nagyon sok cigány családban egyszerűen a temperamentum az kicsit magasabb pörgetést tesz lehetővé, mint amit a nem cigány családok művelnek. Ők szépen hangban elbeszélhetnek egymással. Én rettentő módon elcigányosodtam a dzsungelben töltött 10-akárhány év alatt, tehát én simán tudtam kommunikálni a túloldali buszmegállóból a Gábor anyukájával, aki a B-épület 3. emeletének a sarkán lakott. Beszélgettünk szó szerint. Ezt én nem vittem volna 98-ban, de a 2000-es évek közepére ez már simán ment. De ezt valószínűleg rosszul tűrték az ott élő nem cigány idős nénik, inkább nénik, mert bácsik is meghalnak, ez is demográfia. Ezek borzasztó dolgok, de tények sajnos. Szóval azt gondolom, hogy ilyen típusú ellentétek is vannak, voltak, és persze van némi rasszizmus is az emberekben, mindig van. De ezt ne úgy képzeljük el, hogy a nem cigányok azt mondják, hogy mert a büdös cigány. A cigányok pont úgy különbséget tesznek a nem cigányok és saját maguk között, hogy mert az a büdös paraszt. Én még csak annyit szeretném hozzáfűzni, hogy egyébként nálunk is itt a kiállításban egy nagy kérdés volt, ez a, ugye, hogy roma lakásfoglalások vagy lakásfoglalásokról beszéljük, etnicizáljuk-e a problémát vagy nem. És pont valószínűleg ott, vagy számomra az volt nagyon érdekes, hogy amikor itt kiderültek a Mater Évának egyébként a 80-as években egy ilyen kutatási tanulmányai alapján, hogy mondjuk a lakásfoglalás az nem kifejezetten, vagy nem csak a romáknak volt mondjuk így a technikai gyakorlata ahhoz, hogy mondjuk ha nem kapnak tanácsi lakást, akkor valahol ugye élni kell és beköltöznek, hanem
tulajdonképpen egy sokkal szélesebb réteg volt, aki mondjuk ezzel a gyakorlattal élt. Viszont amikor ebből az egészből konfliktus lett, a konfliktus az pont abból adódott, hogy mondjuk megjelentek a szűk lakókörnyezetben olyanok, akik mondjuk más szokásokkal, más habitussal rendelkeznek. Előtte ugyanis, amikor ugyanabból a lakókörnyezetből foglalt valaki, ugyanabban a szűk nem tudom, a régióba vagy kerületbe, ahol egyébként látásból legalább ismerték egymást, akkor támogatták a foglalót a 80-as években, és onnantól kezdve, hogy mondjuk nem a szűk lakókörnyezetből jelentek meg mondjuk azok, akik beköltöznek egy üres üzlethelyiségbe, akkor éleződtek ki egyébként mondjuk így a konfliktusok, viszont az is igaz, hogy ehhez, hogy mondjuk etnicizálódjon a dolog, szükség volt a médiára. Szóval legalábbis mondjuk így, ahogy én látom itt a történetet, mondjuk így a Matern Éva tanulmányi alapján, az még így nem volt önmagában elég, hogy jaj, most azért más szokások vannak, mindennapi konfliktusok ugye mindig vannak, szóval mondjuk a házban, ahol én lakom, ott is ebből van probléma, hogy mondjuk nem tudom ki, hogy bulizik időnként, de hogy nem helyeződik át ez így más szintre, és mondjuk onnantól kezdve, hogy a 80-as években például nagyon erősen úgy kommunikálunk, 80-as évek végétől, amikor mondjuk így megkezdődnek az első ilyen, nem tudom, ilyen kilakoltatások, vagy pedig így a helyzet rendezésére irányuló mondjuk ilyen tanácsi szándékok, ott már viszont a nem tudom, helyi téma című, vagy nem tudom, hogy hívták, most már nem emlékszem, a Ferencvárosi E-lapot, ott már ezt tulajdonképpen a helyi média azt rögtön egy ilyen roma problémának mutatta be. Ez egy ilyen kérdészítés mondjuk ehhez a kérdéshez. Három interjúban, amit készítettek, abban elhangzott, hogy az ABC épületek voltak, nem tudom, hogy volt-e még ezen kívül. Hogy mikor kívülről nem is tűnik úgy, hogy az három épületben nagy különbség lenne, de hogy az interjúban az derült ki, hogy ezek nem betételesek, de hogy különböző szintek, kasztok, vagy hogy erről tudjátok valamit mondani. Ez is több interjú volt, derült ki, hogyha többire is szeretnének kiegészítenek, hogy a C épületet tüntették fel, hogy az volt a legkonszolidáltabb, ott érte. Hát tulajdonképpen a legtöbb régi idős lak, tehát nem, például a Gábor is mondta, hogy ott nagyon sok idős élt, és hogy konkrétan az volt így a legnyugodtabb. Aztán a B épület volt a középső, tehát hogy az ilyen balhés volt, de kevésbé, és akkor így az A épület, ahol egyébként a dzsungelhelyet is működött, az volt a leggázosabb. Tehát ez egyébként így minden interjúból így kiderül, illetve az interjú alanyok is egy ilyen hierarchiát állítanak az épületek között, ami nagyon érdekes, és egyébként így többször rá is kérdeztem, hogy amúgy ez ilyen sztereotípja, és így mondták, hogy nem, hogy ezt ők így látták, illetve ők így élték meg. Tehát igen, én erről ennyit tudok mondani, de nyilván Gábor, hogy nekem. Úgy látom, Gábor volt a szóvásági fogadalmat, ez lassan. Szerintem a B volt a gázos egyébként, nem az A, de ez, a C az valóban egy a Békesszigete, de ez, szóval ez komolyan. Vénusz tűnő, ott lakott, igen. Na, szóval ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek nem ilyen belső területeken megszokott rendes bérházak, ahogy mi így a bérházat elképzeljük, hanem ezek a klasszikus bérkaszárnyák. Tehát van egy ház, olyan, mint egy panel, hogyha itt kinézünk, nem tudom, merre kell mutogatni, valamerre. Szóval így hosszú. Aztán 7 méterre tőle van egy másik, az is így hosszú. És a kettő között van egy lépcsőház, így cikcakban. Ez egy épület. Tehát ez egy A vagy egy B. A B az annyira nagy volt, hogy a két lépcsőház is volt, hogy ne kelljen folyton gyalogolni fel és alá.
Ezek a házak eszméletlenül közel voltak egymáshoz. Tényleg 7 méter volt így a távolság, egészen jól lehetett beszélgetni. Nem csak a busz megálló, hanem házunk felül is. Elvesztettem a fonalat. Úgy kiegészítettem a lift, hogy nem tudom, mit kérdezni. A különbség az egyes tömbök között. A C-épületben lakott a legkevesebb cigány család. Ez azért, mert emilyen határozott állítani, mert mi fogtuk magunkat és végigjártuk az egész telepet, és megszámoltuk, megkérdeztük mindenkit. Tehát tarabla meg volt, hogy hány ember lakik a telepen, mindenkivel beszéltünk, mindenkiről tudtunk mindent. Ez nem volt egyszerű, de sikerült végül is. Tényleg, hát minden egyes lakásba bejutottunk. Azt hiszem, hogy egy vagy kettő volt, ahol nagyon csúnyán rajtottak minket, és nem sikerült, de információt azért onnan is szereztünk. Szóval a cél volt a legnyugodtabb, hogyha valaki hátra sétált, mert az utcától legtávolabb eső épület volt a cél, akkor a cél az általában tiszta volt például. Köszönhető Vénusz anyukájának többek között, meg másoknak is, de ott volt a legkevesebb balhé. A B az nagyon nagy volt, nagyon-nagyon sokan laktak, ott volt a legtöbb önkényes lakásfoglaló egyébként, és erre majd érdemes lenne egy picit visszabanyarodni. Az A épületnek viszont volt egy utcafrontja, tehát hogyha valaki járt már arra felé, és így megvan a fejében a Bolcsi út, ott jár a villamos, még most is, és az A épületnek az egyik oldala, az egyik szárnya, az a Bolcsi út párhuzamos volt. Tehát az gyakorlatilag az utca volt, bementünk a kapon, és akkor már is az A épületben voltunk tulajdonképpen. De az mégis valahogy egy kicsit, egy árnyalattal elviselhetőbb volt, mint a B épület. Nekem a B volt mindig a nagyon zűrő. Nem miattatok. Igen, nekem azért egy csomó lakás úgy van meg a fejemben, hogy tudom, hogy arra kell menni. Bocsánat, nyugodtan kérdezzetek, csak azt akarom kérdezni, hogy van olyan, láttatok olyan filmeket, amiket mondjuk Észak-Amerikában készítettek, és azt mondjátok, hogy tök jó filmek, mondjuk dokumentumfilmek a gettóról, mint olyanról. Most itt arra akarok célozni, hogy van Magyarországon pár dokumentumfilm, ugye kettő, azokon egyet sem vetítettünk, a Dzsungúj gyermekei, meg a Dzsungúj című film. Egyik, az utóbbi az másfél órás, a Dzsungúj gyermekei talán rövidebb valamivel, de mindkettőnek vannak hibái, bár heroikus küzdelem, mint a kettő, tehát hogy tök jó, hogy elkészültek. De hogy esetleg ilyen vizuális kutatást terveztek, mármint nem csak konkrétan a budapesti média reprezentációját, vagy dokumentumfilmes mutatását a gettóknak, hanem olyan, hogy vannak-e minták a normális, vagy a kreatív, úgy fogalmazom, ábrázolására ezeknek a helyeknek. Harlem és társadalmi. Beleférje a büdzsébe, vagy a tehetbe, vagy a... Szerintem egy gyengülne. Tehát nyilván tök jó lenne, meg ha lenne rá kapacitás, hogy nem tudom megnézni ezeknek a gettóknak a filmes ábrázolását, mert a Dzsungúj ábrázolását nincsre valószínűleg visszatérő elemek vannak. Tehát megvan, hogy a gettót, hogy kell, mit kell abból mutatni, hogy az eldobott szemetet, a hiásüveget, és a, tehát hogy mik azok a részek, amit mutatni kell, de nem egyenlőre más országban, még nem néztük meg ezt közöttelek. De olyan bírtuk, csak azzal egészíteném ki, hogy hát, hogyha külföldi példákat meg is, de szeretnénk majd a holnapra a Balázs, vagy a Szöl Balázs ötlete volt egy ilyen archívumot, ahol az összes dzsungújjal kapcsolatos mozgó képet, filmet összegyűjtjük. Tehát akár kiadó részlet, tehát majd nyilván be kell menni csomó helyre. Tehát, hogy ez is egy hosszabb folyamat, de egy ilyen filmat, mint létrehozni. De ez is sok munka. Ennyi.
Ja, csak egy nagyon rövid kérdés, hogy olyan méretű szemétnehézség, mint a Szabó Simon filmjében, olyan volt a dzsungújban, vagy ez a forgatás kelléke? Nem volt. Volt? Aha. Volt, csak volt. Kaptam. Szóval, ahol ilyen nagyon, nagyon durva szemetek gyűltek fel, azok az üresen vagyok, már nem lakott lakások, amik hát így funkcionáltak szerintem lakóként is, meg mindenféle egyéb célokra, és nem is akartam tudni sosem, és nem is tudok róla, és mint ahogy a filmben is elhangzott, még ha ott voltam, akkor sem voltam ott. Tehát ezeket így nem tudjuk, hogy mi történt, de egyébként meg borzasztó rossz helyen voltak a kukák, nagyon nehezen lehetett elérni őket a házakon belül, nagyon kevés volt, sosem volt elég, tehát mindig túlcsordultak, mire elvitték a hulladékot. És hát ennyi ember nem tud tisztaságot tartani, hogyha nincsen hová tenni. Kontinentum azért volt, azt el kell mondani, az is tele volt, akkor nem, amikor kikukáztuk a dolgokat. Nem, egyébként játszottunk, mindig is, mindig onnan szedtük össze szemetet, mondjuk ilyen anyukás, apukás, akkor elmentünk a boltban, a kontinentbe vásárolni, aztán akkor volt ilyen nagyobb csúvat, szóval széthagytunk mindent, szétszórtunk. Szétszórtak voltak. A kutatáshoz kapcsolatban, hogy esetleg megnéztétek, hogy a különböző korszakokban hogyan alakult a sajtóban a dzsungújra kialakított kép, és hogy esetleg megnéztétek, akkor mi a tanúság? Igen, egyébként ez is a weboldalon a szervezett cikk, amit Iványos Judittal szedtünk össze. Mint egy olyan 80 cikket néztünk meg, elsősorban az írott sajtóra koncentráltunk. Hát mondjuk, tehát úgy 45 és 89 között viszonylag kevés cikk volt. Ez nyilván alapvetően ebben a korszakban ilyen szegénységről kevés cikk nem nagyon írtak. Hogyha írtak is, akkor megmaradt, hogy ez a Horthy korszaknak a káros maradéka, hogy egy lumpenproletárok laknak és hasonlók, tehát egy ilyen jelkép volt itt is. Az a nagyon kevés cikk, amit találtunk. A 90-es években pedig igen, ez lett a budapesti gettó, ami hogyha valaki bármelyik újság akarta a szegénységről, vagy bármiről egy szenzációs, egy exkluzív cikket írni, akkor igen, kiment az újságíró, hogy ott vannak a rohangáló szakadtudás gyerekek, az eldobott fecskendők és a szemét, és akkor ezt megírta meg a bűnözés. Tehát, hogy akkor meg ez lett ez a budapesti nyomor és bűntanya a sajtóban, ami sokszor mondjuk a vidéki putrikkal, meg a vidéki falvakkal lehet rokonságot találni, ami nyilván itt a exkluzív voltát adja az, hogy mindig jelzik, hogy ez itt van Budapesten, tehát akkor megvan ez a közelség érzése. És szerintem ami egy nagyon érdekes fordulat volt, az amikor elkezdődtek a bontások, mert az addigi mondjuk úgy bűnözőkből, ahogy a sajtó sok esetben ábrázolta a lakókat, áldozatok váltak. Tehát attól kezdve a sajtó sokkal inkább a személyes sorsokat emelte ki, tehát mondjuk azt, hogy családokat szakítottak szét és hasonlókat, és ettől kezdve mindvégig ez az áldozat szerep volt, tehát ebben voltak a lakók, tehát ez ami szerintem egy érdekes. Ez mikor? Hát ezt 2005-ben kezdték el a bontást, egy 10 évig tartott, és erről meg voltak csomó botrány, erről nagyon aktívan tudósította a sajtó, tehát a Népszabadságnak volt, hogy így egy hétig minden nap volt, és követték a személyes történetet. Egy kiegészítés, hogy nem azokból az emberekből lett egyszer csak áldozat, akik korábban bűnözők voltak, és nem ugyanazokban a sajtóorganokban jelentek meg ezek a más szempontból dzsungújt bemutató cikkek, mint a többiek korábban.
Tehát azt gondolom, hogy ahol a bontással kapcsolatos problémák, fenntartások megjelentek, azok, bocsánat, hogy ilyen politikai kifejezéseket használom, de kénytelen vagyok, azok ilyen balliberális média származékok voltak, mert a jobb oldal általában nem mondta azt, azt gondolom, hogy, hogy szegény emberek milyen borzasztó ez a dolog. Hogy a baloldali, balliberális média is kifejezetten előítéletesen számol be, és azt láttuk, hogy a jobboldalinak számító média nem nagyon, és a baloldali média, mondjuk a Magyar Narancstól kezdve Népszabadság, nem nagyon láttunk a rendszerváltás után olyan cikket, a Bontásig, ami az egésznek a rendes hátterét tárta volna föl, és nem egy ilyen szenzációhajhászcikk lett volna. Tehát voltak olyan cikkek is, talán az Ésben, de most nem tudom, de összegyűjtöttük, ahol, ahol így, így, így utána erednek egy ilyen bűnbandának, és az egész egy ilyen képesztő, ilyen nyomozó sztorivá válik. Szóval az az igazság, hogy, hogy az ember, tehát én meglepődtem, amikor ezeket olvastam. Jelen a 168 órában, bocsánat. Tehát meglepő volt, hogy csak ezeket lehetett olvasni. Úgyhogy én belekészítem. Hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, és lezárnánk akkor a beszélgetést. Azért mondjuk még el, hogy a jövő héten az Aurórában leszünk, tehát hogyha valaki követni akar minket, az jöjjön, és akkor ott újra találkozunk. A hajós a dobozban, ez lesz a programunknak a címe. Most többet nem mondok el erről.